Szeretettel jaj, köszöntök Katika! mindenkit. Tessék! Négy ütemű fekvőtámaszt nem csinálsz? Ja, mindjárt, meg egy ilyen fekete-fehér képet, úgyhogy leveszem a felsőmet. Szóval ez itt a második karantén kiadása az Elszabadult hajóágyúnak. Sziasztok! Az előző viszonylag normálisan működött, meg lement, kisebb hibáktól eltekintve, úgyhogy lehet ezt így is tolni. Na, szerintem az első és legfontosabb témánk, ami van, az a Rechtsstaatlichkeitnak az érvényesítése, ugyanis a néppárt anyanyelvén Volkspartei úgy kívánta érvényesíteni a vágyait, hogy inkább visszamenőleg módosítja az alapszabályt, hogy ne csak egy szem Deutsch Tamás, tehát ne csak egy zsidó képviselőt lehessen kizárni, ugye, hanem a biztonság kedvéért teljes delegációkat is, és erre mondta az doktor miniszterelnök úr, hogy hát akkor viszontlátásra, és hát itthon örömújongásba kezdtek, hogy megbukott az Orbán. Úgyhogy hogy látjátok ti ezt a történetet, az, hogy végül is 2 éves kinkeserves munkával a germán politikai vezetése a Volkspartának és néhány rájuk fölcsatlakozott hobbi állam, az végül is elérte, hogy a Fidesz delegációja távozzon, egyelőre csak a frakcióból. Szerintem nagyon szép, hogy ezt a régi alapelvet, a kollektív bűnösséget végre sikerült újra visszahelyezni a méltó polcra Európában. Mert hogy a Fidesz frakciónak az eredeti főbíne továbbra is az volt, hogy a Deutsch Tamás mondott valamit, amit a Weber szerint nem kellett volna mondani, és akkor először a Deutsch Tamást ugye kipicsázták a frakcióból, de utána kollektív bűnösség elve alapján Deutsch Tamás ismerőseit és barátait is vád alá akarták helyezni, és akkor a doktor miniszterelnök úr megsértődötten elhagyta a frakciót, tehát nem is értem, hogy miért. Amúgy keresem a nevét, mert valami hülye neve van, a három test trilógiát olvasom Cixin Liu-tól, ha jól mondom a nevét, Cixin Liu-tól, a kínai csávó, aminek az ereje, a cold open-je, a nyitó jelenete az a kínai kulturális forradalom idejében játszódik, 67-ben kezdődik, amikor egyik karakternek a fizikus tanár apját a vádlottaknak a színpadára kísérik, hogy ott nyilvánosan gyógyja meg azt, hogy kapitalista elméleteket adott elő, mert a relativitás elméletét is tanította az ifjúságnak, és az a nyilván a kapitalista. Hát a gravitáció. Bákonya. A gravitáció is persze, és akkor ott nyilván ott ki is nyírták ott rögtön az ilyen bölcs középiskolások. És megdöbbentően, tehát ez a jelenet megdöbbentően emlékeztetett a mi mindennapjainkra. Én amúgy annyit mondanék, hogy miniszterelnök úr most sikeresen kiugrott. Most a Frédi telefonálni kezdett megdöbbentően, előtte az utolsó töltényt, most az lesz a program, hogy kitörne. Nem fog nekik sikerülni, de sok sikert kívánok hozzá, majd nézem. Egyébként az még egy érdekes kérdés, kilépett a Fidesz a frakcióból, de ott hagyta hídfőként a KDNP-t. Még hogy ezzel mit tudunk majd, vagy mit tudnak majd kezdeni harcászatilag, azt nem tudjuk. De az nagyon érdekel, hogy a Frédi mit akar a telefonba, a hirtelen sürgőssé vált telefonba mondani miniszterelnök úrnak. Igen. De ez milyen telefont akar? Ez a teted le, nem én teszem le, nem teted le. Tehát nem. Frédinek mi járhatott a fejébe, hogy miért utólag jutott eszébe, hogy akkor Orbánnal is megbeszéli ezt az egészet. Az elmúlt 2 éve más se csinált, mint hogy a Fidesz ellen szervezkedett, és próbált olyan jogalapot, vagy olyan történetet kitalálni, mivel ki lehet dobni a frakcióból őket, a Fidesz erre kilép, és akkor a Weber meg van döbbenve, és azt mondja, hogy ez szabálytalan. Tehát nem ez volt megbeszélve, ezt azonnal azért fejezze be a tevékenységét Orbán. Nem itt számolták ki. Weber elszámolta? Elképzelhető. Van egy olyan gyanú, hogy neki nem jött ki, ez várja matek. Na de... Pedig most egyébként arra most amúgy figyeltek, gondosan, hogy ne legyen 2 fontos háború. Ennyivel el szoktak boldogulni. De most de a miniszterelnök úr kicsit nagyobb ellenfél, mint amire ők képesek tehetni. Szerintem ja, a KDNP-t véget lehagyta bent. Tehát így hát az egy miniszterelnök úr szokásos mesteri húzása volt. Tehát ez már csak trollkodásnak is. Ha nem is tesz neki harcértéke, akkor is trollkodásként zseniális. De lesz. Miniszterelnök urat ismerjük, és lesz. Yeah. Ez ki van számol. Amit miniszterelnök úr kiszámol, az működik is, tehát az nem ilyen német dolog, hogy ott elfagy a picsába.
Ugye a Maradó... Mit mondtál? Elfogy vagy elfagy? Nem értettem pontosan. Elfogy, fagy, igen. Hát ez jó kérdés. Ugye tegnap volt a Dajs Tamás a Hír TV-ben, és kérdezték tőle, hogy hát akkor ez most milyen következményekkel jár, mert ugye a hazai ellenzék, ugye mit tudom én, a Fegyőr azonnal rajzolt zsírkrétával egy börtönt, hogy majd oda teszik a fideszeseket, hogy ide tegyék őket, és hogy az összes ellenzéki elkezdett újongani, hogy ez mekkora vereség Orbánnak, és akkor a Dajs megmondta, hogy óriási vereség, hogy eddig, amit ilyen, hogy mondjam, ilyen kompromisszumkészségből megtettünk, hogy nem mondtuk azt, hogy mekkora idióták vagytok, hogy nem tudom, a 87. genderbudit is be kell vezetni minden legkisebb településre Európában, azt most nem, tehát jó fejségből se fogjuk azt mondani, hogy jaj, persze ne beszéljünk róla. Tehát igazából most mit veszített ezzel, veszített azzal a Fidesz, hogy mit tudom én, nem lesz annyi bizottsági hely egy nagyon fontos intézményben, hogy látjuk, milyen kurva jól működik, mint amilyen az Európai Unió. Tehát, hát legalábbakról volt a kérdés. Sem vagyok biztos, tehát nagyon nehéz azt az egészet, hogy győzelemvereség narratívában elmagyarázni, bár belpolitikai szemüvegen keresztül csak így működik, mert az EP amúgy ki a tökömet értek, hogy az Európa Parlamentben mi folyik. De az, hogy a frakciók egymással paprizzák a bizottsági helyeket, azt még nagy nehezen talán el lehetne magyarázni, úgyhogy jó, hát a Fidesznek akkor ki kell vonulni a néhány szakbizottságból, és az igazán fontos dolgok, mint például a pattanó bogár elleni küzdelemnek a lépései, azok a szakbizottságban dőlnek el. De ez sincs így, mert hogy a következő fél éven belül az erőviszonyok átrendeződése miatt újra fogják osztani a bizottsági helyeket, és hogyha a Fidesz belép mondjuk a lengyel kormánypárttal együtt, azt hiszem, az ECR-ben vannak, de erről sincs túl sok fogalmam, mert szerintem tökéletesen érdektelenek az EP ügyei. Hogyha belép egy másik frakcióba, és hozzáadja a másik frakcióhoz a saját kis képviselő számát, akkor ugyanezeket a bizottsági helyeket, amiket őket érdekli, azokat meg fogják, vagy vissza fogják tudni szerezni. Tehát nem igazán tudom én se elmesélni, hogy most miért történt tragédia. Na, meg én egyébként nem értek. Ugye a Fidesz föl volt függesztve, most már nem tudom hány hónapja, az nem tudom én sem pontosan mivel járt, hogy mi nem szólhattak fel a parlamentbe, azt tudjuk, de hogy mivel járt mondjuk a bizottsági helyek szempontjából, azt nem tudom. Ha jól tudom, annyit jelentett, hogy a néppárti frakció nevében nem szólhattak meg. Tehát van egy nagy hatású bizottsági ülés, ami tényleg azzal foglalkozik, hogy hogyan veszük fel a közösen a küzdelmet az európai pattanóbogár ellen. És akkor a fideszes képviselője, amikor felállt és megszólalt, akkor nem mondhatta azt, hogy Dajs Tamás vagyok, az Európai Néppárt képviselőm, csak azt mondhatta, hogy Dajs Tamás vagyok, és tudod, ez már alapvetően elég kellene. Ez így kevésbé gáz egy kicsit. Én amúgy nem értek egyet. Szerintem ez az elmúlt 11 év legnagyobb ellenzéki sikere, ami most történt. És szerintem nem tettük túl magasban. Azzal fogjuk megszívni nagyon, hogy most az oltást, azt most ezt elbasztuk. Tehát az oltás az most nem fog működni, mert azt az EU szervezte, ja nem. Igen, pont az volt a legjobb az egészben, hogy most hirtelen a Frédi beindult, és ez volt a legfőbb tevékenysége gyakorlatilag a néppártnak, mert hát az Európai Uniónak is ugye miközben a vakcina beszerzéssel nincsenek a helyzet magaslatán, ugye látjuk, hogy már az ismét inkább most már mégis újból benátszuló Kurz kancellár is azt mondta, hogy jó van, menjetek a picsába, akkor én is próbálok szerezni máshonnan, mint az Orbán, mert ez nem nagyon megy, tehát még azt hiszem, hogy ehhez a kavaráshoz, amit próbáltak, de egyébként azt nem tudom, hogy figyeltétek, hogy még ráadásul valami olyan kavarást is csinált a néppárt, ezt talán a feleség hozták le, 444 hozta le, hogy be akartak iktatni valami olyan szabályt, hogy azért mégis inkább csak kétharmad dönthessen arról, hogy a delegációknak menniük kell-e vagy sem, tehát hogy még ebben sem voltak annyira karakának, de az egészet megfejelhették volna azzal, hogy a Frédi azt csinál egy ilyen kézmosós videót. Hogyha emlékeztek, ugye a Ursula von der Leyen volt az, aki a járványnak körülbelül a második hónapjában eljutott odáig, hogy megmutassa az európai embereknek, hogy kell kezet mosni. Szóval... Végre valami hasznosat csináltam úgy. De hogy megint én mondjam a főcímet, szerintem a Manfred Weber az az Angela Merkel Pfeffer Wildenburgja. Wildenburg, bocsánat, ne legyek Ambrózi. Weber kapcsolatban nekem ilyen más nadúgják jutnak eszembe. Tehát képzeljétek el, amikor a középkorban egy uralkodó éppen meghúni készül, és akkor az utódai között felosztja az országot, és akkor elmondja, hogy na, Béla, Pér, nem tudom, Dunántúl,
Józsi, tiéd Erdély összes erdősége, és Manfred, kedves Manfred, itt van egy bot. És akkor Manfrednek ott van a kezében egy bot, és, azon, és akkor így ne kell ilyen szabályokat kitalálni, hogy jó, de ezzel a bottal más nem játszhat. Jobban tudok, azt csinálja, hogy megkapja azt a botot, és azt mondja, hogy látjátok, varázsbot, ezzel kizárhatok bárkit. Kedves Manfred, minden, amit itt látsz, az a tiéd lesz. A függöny? Igen. Egyébként szerintem már nézők el is várják tőlünk a némi német történelmi analógiát. Ugye itt most az történt, hogy a szabályokat utólag elkezdték módosítgatni, hogy a Fideszt kizárhassák. És erről eszembe jut az a, nem tudom melyik év volt már. Ezt úgy hívják, hogy ária politika. Igen, igen. Nem tudom melyik éven történt, de szerintem még a világháború előtt, vagy nem, bocsi, ez már világháború közben valamelyik világháború évei alatt, a Ribbentrop, nem tudom pontosan hány éves volt, és a születésnapja volt, és a kollégái meglepték egy kis kedves ajándékkal, egy ilyen 10-es fadobozban megkapta az összes szerződést, amit ő már külügyminiszterként más országokkal tető alá hozott. És a Ribbentrop megköszönte, átvette, kinyitotta, föllapozta, és egy pár perccel később már azon hahotáztak együttesen, hogy az összeset megszegték azóta. Úgyhogy, de azóta megváltoztak, és most már utólag nem csinálnak ilyeneket, hogy a szerződéseket szétbarmolják, és nem tartják be, ez már távol áll tőlük. Persze, ha megváltoztak. Hát az, ugye van ez a régi vita, hogy a európai politikában a hatalom gyakorlatilag három helyre koncentrálódik, az Európa Parlamentre, a bizottságra, meg a miniszterelnöki tanácsára, és az EP az mindig több és több jogosítványt meg hatalmat ad magára, de igazából nem rajtuk múlik, tehát mindig próbálják átrendezni az erőviszonyokat, hogy legalább akkora nehéz fiúk legyenek ebben a játékban, mint a másik két szereplő, de sosem sikerült, és a V-ben is egy kicsit előre ment. Azért erősködik a Fidesz-szel is, mert hogy ő elhitte, hogy az Európa Parlamentben bármi érdemleges ügyről döntést fognak hozni az a következő években. Gondolom. Hát ők ezt szeretnék egyébként, hogy nem sikerülni. Igen, szeretnék, de továbbra is csak egy ilyen szánalmas homokozó az EP, ahova jó részt olyan politikusokat küldenek ki, akik a belpolitikában már nem kellenek, vagy hát nem, hogy már nem kellenek, hanem eddig se kellettek. Tehát a legtöbb esetben tényleg olyan politikusokat tesznek oda, meg olyan politikusok futnak be mindenféle bizottsági karriert, aki, érted, egy német falu nem választana meg, tudod, tehát így senki konkrétan. De azt akarod mondani, hogy az történt, hogy a Weber megindult, rájött, hogy már Stalingrádnál van, és közben hideg van? Tehát ez több. Szerintem megint nem értek egyet, mert a német falu pont megválasztaná, de mindegy. Ezen hát attól függően, hogy kapnak erre a parancsot. Jó, akkor így belga van. Falu. Akkor belga falu. Ja, olyan meg nincs, akkor mindegy. Hát egyébként jó, hogy emlegetted, mert hogyha jól tudom, akkor a Fidesz ellenes koalíció, vagy a magyar ellenes, meg a lengyel ellenes koalíció néppárton belül azért mondtam, hogy a germánok plusz hobbi államok, tehát Benelux, meg Skandináv, tehát általában ezek azok, akik felcsatlakoznak rá, úgyhogy igazából létezik ez a mintázat továbbra is. Igen, amikor egy vagy legfeljebb két ország helyén így hét ország létezik, megmagyarázhatatlan. Na, következő, hogyha nem szorult belétek semmi a Volkspartájjal kapcsolatban, akkor erről mindenképpen szerettem volna beszélni, és a Laci ugye írt is egy publicisztikát erről, de hogyha, figyelj, most jázz el kicsit, hogy te vagy az apát, és mondd el, hogy erről már írtál egyet a Magyar Időkben. Na. Hú, azt hogy kell játszani? Az arcomat meg kell vakarni hozzá, az biztos, de többet nem tudok. Na mindegy, innen is üdvözöljük a Bencét. Azt mondja, hogy a Robika, Alföldi Robi kitette a Család az Család posztot, megjelent a Magyar Közlöny, és most már a törvény is rögzíti, hogy a kormány azon belül is a családokért felelős tárca nélküli miniszter tudja engedélyezni és dönti el, hogy mi a szeretet, és hogy ki alkalmas arra, hogy szeressen, és az, hogy ki szerethet, segíthet, nevelhet olyan gyerekeket, akiknek nincs se családja, se szülője. Újra megkérdezem mélyen hívő igazi keresztény magyar honfitársaim, hogy ez így rendben van? Na. Hát én azért írtam erre a cikket, mert meglettem szólítva. Meglettél szólítva, mint keresztény magyar ám. Konkrétan. Én egy dolgot nem értek egyébként ezeknél az embereknél, tehát ma nem kötelező kereszténynek lenni, tehát nem kötelező az. Család sem. Tessék?
Buzinak sem. Van, hogy sem kötelező, de hogy nem kötelező, és akkor mi a faszért takaróznak ezzel, hogyha láthatóan semmi közük nincs hozzá, meg kurvára nem értik. Semmiről nincs fogalma, tehát ez olyan szintű, amit itt előre az olyan szintű képzavar, hogy szerintem arról sincs fogalma, mit akart mondani. Mert ugye egyik az maga az az állítás, amit az egész baloldal harsog, és ezt ő is még ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen művészies szabadsággal még kiforgatja, hogy a miniszter tudja engedélyezni és dönti el, hogy mi a szeretet. Hát itt ugye arra gondol, hogy az új rendelet vagy törvény értelmében a miniszternek van beleszólási joga azokba az ügyekbe, amikor egyetlen egy szülő akar örökbe fogadni gyereket, nem pedig egy házaspár. És ugye ezek nyilván sokkal érzékenyebb helyzetek, mint amikor házaspár fogad örökbe gyereket, rendezett családi helyzettel is lesz két szülő, ugye az apa az férfi, az anya meg nő. És akkor ezek az élesebb helyzetek, itt a miniszter is beleszólhat valamilyen szinten. Nem ő fogja eldönteni, hanem ő is beleszólhat. Abba, hogy ki fogad örökbe gyereket egyedül. Ezt hozza úgy a dalföldi, hogy a miniszter dönti el, hogy mi a szeretet, és ki alkalmas arra, hogy szeressen. Tehát kurvára nem erről van szó. Kettőnek köze nincsen egymáshoz. Ez a dolog egyik oldala, ami egy szintiszta hazugság. És ugye itt még az a másik dolog, hogy ebben, ami nekik igazán fájó, hogy eddig se lehetett nálunk húzipároknak örökbe fogadni gyereket, és épp ezért ezek magukat, mikor a gyereket akartak, akkor szinglinek hazudták, egyedülállónak. És így fogadhattak örökbe gyerekeket. Tehát őket érint igazából ez a dolog, hogy még nehezebb lesz egyedülállóként gyerekhez jutni, úgymond. Bocs, el tudnád mondani, hogy egyébként ezt a szabályt, ami érvényesítve van, ezt egyébként melyik kormány hozta? Ez az egyik, a másik pedig az, hogy hány embert érint ez, amit te mondasz? Pont ezeket akartam mondani. Tehát egyrészt az, hogy homoszexuálisok nem fogadhatnak örökbe gyereket, azt nálunk a fasiszta elköteleződéséről és a fasiszta tombolásáról közismert Bajnai kormány alatt fogadták el. Ez a Bajnai Gordon 2 vagy 3 hete volt, 3 hete volt miniszterelnök, mikor ezt elfogadta a parlament. Úgyhogy hát ott kell keresni a fasizmust, ahol az ténylegesen van, de pedig mindenféle vakvágányra tessék futni állandóan. És a másik, az arányok. Magyarországon, és ezt valamelyik ilyen melegjogi, akármilyen szerveződés is így közölte, hogy évente nagyjából 70 gyereket fogadnak örökbe egyedülálló, akkor szülővé váló szülők. Most Magyarországon ugye tavaly 92 ezer gyerek született, tavaly előtt 89 ezer, tehát 3000-rel több. Ez egyébként megint jelzi a Fidesz családpolitikának a teljes kudarcát, hogy egy év alatt valami 5%-kal nőtt a született gyerekek száma, teljes kudarc. És örökbe fogadnak évente nagyságrendileg 1000 gyereket. Ebből 70-et fogadnak örökbe egyedülálló szülők, amiből nem mind, hanem valamennyi olyan, aki egyébként annak hazudja magát, de közben egy valamilyen homoszexuális pár fogadja örökbe süttyomban. Az egész kérdéskör hatalmas tömegeket érint, egyszerűen nem lehet megkerülni, erről kell beszélnünk éjjel-nappal. Bocs, csak ez zárójel, Laci, abból a 70 darab egyedülállóból, aki örökbe fogadott gyereket, abból a 70-ből kb. 69 az eredeti biológiai szülőknek egy közeli hozzátartozója, mert az eredeti biológiai szülővel történt valami, esetleg, mint amire elhaláloztak, vagy átmenetileg... Ezt nem tudjuk szerintem. Hogy de erről olvastam statisztikákat. Vagy pedig úgy alakult az életük, hogy alkalmatlanak nyilvánították őket, mert valószínűleg azért, mert tényleg alkalmatlanok a gyereknevelésre, és akkor egy közeli hozzátartozóhoz delegálják a gyerekeket. Tehát az a probléma, amiben a meleg lobbisták folyamatosan foglalkoznak, vagy arra hivatkoznak, hogy az árvaházakban tömegében vannak ilyen kékszemű szőkehajuk is, háromhónapos Twist Oliver csecsemő, az egyszerűen nem igaz. Az árvaházakban lévő, vagy illetve az állami ellátásban kerülő gyerekeknek egy jelentős része például nem is örökbe adható, mert hogy a szülők csak átmenetileg emelték ki őket a családból, mert nem mondja, a szülő nem mondott le, vagy egyéb problémájuk van, hogy a gyereket úgy, tehát az állam vagy a szakszolgálat úgy döntött, hogy a gyereknek a fejlődése vagy az élete veszélyben van a biológiai szülőknél, és ezeket átmeneti gondozásba veszik. Ezek vannak jó részt az áruházban. Azok, akik tényleg örökbeadhatók, vagy a szülők lemondtak róluk véglegeset, vagy tényleg elérhetetlenek a szülők, azok éves szinten mennyit is mondtál? Tehát ezet adnak örökbe. Ez egy ilyen növekedett, az előző évben ilyen 700 valamennyi volt, aztán ez most fölment ilyen 1000-es nagyságrendben az utóbbi, azt hiszem, hogy 2 évben. Igen, de ebből valódi csecsemő, meg olyan, akiért a
párok köztük, a meleg párok is ugye szeretnének sorban állni, ez néhány tíz darab, akik tényleg ilyen nagyon picik, meg nagyon aranyosak, meg nagyon szűkék, meg nagyon kék szemek, ezeknek is az örökbeadottaknak egy igen jelentős része, ez a klasszikus, most tudom, hogy ez szarul hangzik, és majd, hogyha a 444 kivágja ezt a következő 14 másodpercet a videóból, akkor majd, nem tudom, lehet ellenem verbális. Megadja, fogd meg a fejed! Igen. Nem nevetett. Szóval ezek ilyen elhagyott lapátfülű, kapafogú, tizenéves cigány lurkók. Azoknak nem találnak általában nevelő szülőt, nem pedig a kis gyönyörű kisbabák, akikre a melegpárt is vágnak. Tehát akikkel az árvaházak jelentős részben tele vannak, azok egyrészt ezek, akiket mondtál, másrészt meg azok, akiket korábban mondtál, hogy a szülő nem mond le róla, hanem a szülő mondjuk nem is tudom, mennyi erre a törvényi keret, tehát ilyen egy vagy két évente bejelentkezik, hogy ha-ho, én vagyok az anyád, és akkor elviszi magával mondjuk egy hónapra, akkor a gyerek vállalkik, aztán megint visszaadja árvaházba. És szerencsétlen gyerek meg egyébként a szülőjéhez nem tud kötődni, mert mi alapján kötődjön, a szülő néha elviszi, de ez egész egy olyan lehetetlen helyzet, meg egy tönkrekúr gyerekkor, hogy hihetetlen, amiről a szülő tehát egyébként ilyen esetben, mert ha a gyerekről lemondana, és a gyereket ki lehetne adni örökbe, akkor a gyerek sokkal jobban jár. Na, de ez meg a szülők kérdése, ez nem az Orbán hibája, bár egyébként nyilván, mint minden ez is. De amúgy, amúgy ezt is beharangozták, mert ezzel a problémával szintén tisztában vannak a maradjunk szakos, annyiban, Laci, az hogy az is probléma, aminek a megoldására melegpárok jelentkeztek, az a probléma nem létezik. Az nem létezik, igen, de erről is tudnak, hogy ez is gond, hogy a szülők így bejelentkeznek egy-két évente a gyerekért, és ezt is oldják, erre is valami könnyítés jön az örökbefogadás szempontjából, hogy a gyerekeknek jobb legyen. Na, akkor még valami, amivel ki szeretném egészíteni, szóval van itt egy elméleti probléma is, ugye, hogy az a baj, hogy Alföldi Róbert ugye a szeretett fogalomnak ezt a hollywoodi adaptációját fogyasztja, és úgy látszik, hogy ő csak arról értesült róla, tehát nem kell egyébként nekem hinni, vagy a Vésely Lacinak hinni, elég elmenni egy szaktekintélyhez, tehát meg kell kérdezni egy papot, sajnos az a helyzet, hogy el fogja mondani egy pap, bármilyen felekezethez tartozik is, meg el fogja mondani egy rabbi, hogy mi az a család, meg hogy a család az család, és hogy az mit akar, tehát ezt nyugodtan meg lehet. Nem a George Clooney-t kell megkérdezni, hanem azokat, akik illetékesek ebben a dologban, és az a probléma, hogyha nem a hollywoodi adaptációt veszük alapul, akkor ugye a keresztény szeretett fogalom az nem egészen azt akarja, hogy nekem most éppen milyen érzéseim vannak, és akkor én úgy érzem, hogy én szeretem az egész világot, és szeretlek téged, meg mindenkit, hogy ahogy érzem, úgy kell cselekedni, különben nem parancsolnának ilyeneket, hogy mondjuk az ellenségeinket is szeretni kell, és hasonló. A másik pedig az, hogy az nem az érzelem aktusa a szeretet, hanem az akaraté. Tehát az egy tudatos dolog, az nem az, hogy én most hogy érzem magam. Tehát én elhiszem, hogy a cintányérozó gólyalábképzőn azon nagyjából így fordítják le ezeket a dolgokat, meg mindenki romantikus filmekből tanult erről, de nem erről szól. Tehát nagyjából az a baj a balosoknak a képéről, a balosok kereszténység képével az a probléma, hogy nagyjából úgy képzelik ezt el, hogy ezt úgy lehet visszavetíteni, hogy mintha Jézus azt mondta volna, hogy ha mindenki csinálja úgy, ahogy jól érzi magát, és az úgy tök jó lesz. Tehát hol látod? És mindenki szeretni fog mindenki. Te is tudod, hogy a szeretet csak egy társadalmi konstrukció. Tehát mi génállományokban ugyanazok a előemberek meg állatok vagyunk, akik 100 éve portyáztak a szavannán. Tehát egyszerűen ne ellenkezzünk az ösztöneinkkel szemben. Ha meglátunk valakit, aki nem tetszik, akkor fogjuk egy pattintott kőszerszámot is, verjük agyon. Ez az érzelem. Viszont hogyha, igen, így van. Viszont hogyha megkedveljük, akkor kezdjük el ölelgetni. Tehát az a baj, hogy de én az egyetlen dolog, amit nem értek ebbe, tényleg nekem tök mindegy alapvetően, hogy miért kell ezzel takarózni. Tehát lehet azt mondani, hogy baszki, kurvára föl vagyok rajtatok háborodva, hát milyen kirekesztő rohadékok vagytok, csak nem mondjam azt, hogy mit szóltok ehhez keresztények. Egy keresztényeknek viszonylag világosan oda van téve, hogy mi az, amit kell gondolniuk, ugye máskor mindig ezt mondják, hogy birkák vagyunk, stb. Tehát van arra vonatkozóan egy tanítás, van annak egy leírása, nagyjából most már 2000 éve tudjuk, hogy mi az, amit tanítanak a keresztények a szeretetről, tehát nagyjából tisztában vagyunk vele, és tényleg nem George Clooney vagy Alföldi Róbert fogja nekünk elmagyarázni, hogy az nem úgy van. Egyébként még annyi én tudom, mi az új szeretet egyébként, hogyha a pénztárosnő lassan szolgál ki és visszapopázik, akkor kibaszhatod. Igen. így van. Egyébként még annyit hozzátenni, hogy tehát mindenki azt gondol, amit akar, nem kötelező keresztények lenni, amit te mondtál, hogy le van írva 2000 éve, vagy majdnem 2000 éve, hogy miről szól ez az egész gondolatvilág meg világkép, nem muszáj csatlakozni hozzá. Nem. Létezhet ezen kívül. És, de a másik dolog, hogy
mindenki amit akar, azt gondol, de hogy az meg mindig ezt kérik számon, ezt a ilyen teljesen bárgyú, idióta szeretett fogalmat kérik rajtunk számon, hogy te keresztény vagy, nekem kötelező mindenkit szeretni. És itt van a totális zsákutca ebben, hogy ugye ők, ezek a jó emberek az egész emberiséget szeretik, meg a szumátrai orangutánokat, meg mindenkit itt szeretnek, de amit nem ismersz közvetlenül, személyes kapcsolatból, azt hogy a faszba tudod szeretni? Tehát szeretni csak olyat, ami érzelmi alapú, nem pedig tudatos döntés, ami érzelmi alapú, azt ismerned kell egyénileg, személyesen, akkor tudod szeretni, vagy utálni. Tehát én és egyébként, a kereszténység szeretet fogalmaz meg arról szól, hogy úgy abból áll, hogy te az emberiséget, meg az embereket szereted, mint vele barátaidat, hogy az üdvözülésüket akarod. És keresztényként neked feladatod őket az üdvözülés felé terelgetni, amennyiben erre módod meg lehetőséget áll. Tehát ez egy akaratbeli döntés, hogy te ezt akarod csinálni. És ennyi ez a szeretet fogalom. Lássunk tisztán, itt az a baj, hogy a szeretetet megint összekeverték a kommunizmussal. Illetve belekeverték a kommunizmust, mert hogy a szeretet... Mindig mindent azzal kevernek össze. Hozzá, hogy a szeretet is egy elosztható jószág, tehát hogy te rendes kommunista vagy, akkor az által benned összegyűlt szeretetből mindenkinek egyenlően kell részesíteni belőle az emberiséget. Nem döntheted el, hogy valakit jobban szeretsz, valakit meg egyáltalán nem szeretsz, sőt, az emberek jó részére azt mondod, hogy azt se tudod, hogy kicsoda, tehát nincs vele semmiféle kapcsolatod, nem tudsz neki szeretetet nyújtani. Ez ugye fasiszta gondolkodásnak számít mostanában, hogyha rendes kommunista vagy, akkor mindenkit egyforma mennyiségű szeretetbe kell részesítened. Ezt úgy hívják, hogy megadja. Na, mondjad. Megadja. Imagine all the people. Imagine. Tehát ennyit tudok mondani. Tehát az a helyzet, hogy ugye ezzel a szeretet fogalommal az a probléma, hogy ugye a szeretetnek két oldala van. Az egyik az, hogy és azért a legjobb példa erre az atyai szeretet, hogy a jó apa ugye gondoskodik a gyerekéről, gondoskodik arról, hogy kapjon ételt, italt, meg tiszta legyen, meg rendezett körülmények között éljen. Viszont, hogyha mondjuk kimászik a hatodik emeleti erkére, akkor adott esetben megrángatja egy kicsit, mert az ő érdekében teszi, de megrángatja egy kicsit. Tehát az, hogy Jézus Krisztus lehajolt azokhoz, akik megalázkodtak, az teljesen rendben van. Ez volt a szeretet egyik oldala, a másik meg az, hogy berontott a templomba ostorral, és kicsapkodta onnan azokat, akiknek nem volt ott helyük. Tehát adott esetben, hogyha mondjuk valaki azért, mert kurva nagy sztár megaláz egy pékségi eladónőt, azt is lehet, hogy ostorral csapkodja ki, és az is a szeretet megnyilvánulása. Tehát ez a rossz hírem igazából. De mondom, nem kell... Lehet amúgy, hogy az a gond, hogy lehet, hogy élvezni. Egyébként még erre csak egy gondolat, hogy a keresztény szeretet fogalom az nem választódik el a felelősségvállalás fogalmától. Az a kettő egybe tartozik szervesen. Tehát akit az ember szeret, azért felelősséget vállal. De az a helyzet, hogy tehát azért mondom, hogy nem kell nekem hinni, tehát hogyha megkérdezi bármelyik izét, papot vagy plébánost, akkor ő szívesen elmondja neki, hogy a keresztények szerint melyik családfogalom van rendben. De egyébként hihet nyugodtan nekem is, hogy segítek. Papa, mama, gyerekek. Tehát ez a kereszténység, de egyébként ugyanezt találja meg a judaizmusban is, és hát mondjuk némi módosításokkal azért az iszlámban, szóval egy kicsit más dolgok vannak, mert az nehezen követhető, de alapvetően a legtöbb vallásban gyakorlatilag ezt a szabályrendszert találja meg, és hiteles forrásból, tehát mondom, bármelyik random papot vagy plébános megkérdeztetés el fogja neki mondani. Már a múlt hét előtt volt egy kiváló kis kaland, Új Péter korábbi levelei, és tehát azt hiszem, hogy a miniszterelnök úr ezt nevezi elégtételnek, mert én úgy vagyok ezzel, hogy természetesen baromira értem, hogy ez irónia, meg poénkodás, csak az a helyzet, hogy amikor ez fordítva történik, akkor nem ennyire egyértelmű mondjuk a 444-nek az álláspontja azzal kapcsolatban, hogy mivel lehet viccelődni, és mivel nem. Nem tudom, ti tudtok erről esetleg beszámolni? Én nem ismerek ilyen sztorit, mikor az ellenkező irányba egészen másképp lett elsütve. Nem. Tehát az a baj, hogy a Jákob az a legrosszabb vészkorszakot idézi, a fitymarabbi az nem. Ez ennyire egyszerű. Tehát én készséggel elismerem azt, hogy természetesen Új Péter, és ráadásul egyébként pont a Barcs Miki, aki aztán tényleg egy feketőves troll, tehát nincs ezzel semmi probléma, csak akkor... Hogy is volt a többi történet itt, hogy a jobb... Nagyapáid mit szóltak? Például a nagyapáimról forgatott film, az akkor hogy is van, meg hogy miért került ki arról még egy külön cikk, meg ilyesmi. Na mindegy, szóval így érdekes ez a dolog. Tehát hogyha alapul veszük a 444-nek a működési logikáját, akkor konkrétan Új Pétertől mindenkinek el kell határolódnia, undorító, vállalhatatlan, amit tett, és méltatlan arra, hogy a független objektív médiában dolgozzon egy percig is.
Sőt. És nem lehet a PIM igazgatója sem. Meghívni. Nagyon fontos. Micsoda? Demeter Szilárd mondjon le most rögtön. A PIM-ben nem lehet többet igazgatni. Na tényleg, ja, tényleg, és nem lehet ilyen analógiákat használni, hát ne haragudj. Na, jól emlékszem, a 444 az egyik élcsapata volt a ellenünk folytatott kampánynak, amikor a Jákobozáson, ugye a Jákobon röhögtünk. Így, mert hogy ilyet akkor mondani, ez a legrosszabb észkorszakot idézi, minket én nem csak tévéből kell én nem rögtem, nem mondj be. Ki kell radírozni. Tehát sajnálom, tehát én elhiszem, hogy az új Péter igazságtalannak érzi, de az meg akasztják a hóhért, hagyd röhögjek. És akkor itt még küzdjük hozzá azt, hogy ne csak a új Péterre ragasztuk rá ezt az egész balhét, mert azért az egész 444-ről van ugye szó, mikor a Szarvas Szilveszter kollégánk egy kicsit felkérdezte ott a szerkesztőségük előtt a TBG-t, meg a Hasszánt, meg a királyt. Az Ács Dániel, tudjuk, annak az Ácsnak az unokáját, igen. Igen, igen. Nem... De már három Ács is volt, melyiknek az unokája ő? Há, mind a három ész. Ja, jogos. És ott, mikor a Szilveszter éppen a TBG-vel polemizált erről az ügyről, akkor ott a király András? Uh-huh. Király András egyébként nem akart előtte nyilatkozni, csak így aztán a parton arról így bele-bele ugatott ott a vitába, és nagyon kategorikusan többször is kijelentette, hogy mindennel lehet viccelni. Mert ez az európai kultúránknak az alapja, hogy mindennel lehet viccelni, ebben nagyon éreztem a kizárólagos hangnemet, tehát kivétel nélkül mindennel. Minden lehet, Szárpáddal is? Amit egyébként én teljesen adnám, mert anélkül, hogy nem lehet tényleg mindennel viccelni, nem lenne Monty Python például. Tehát Nem is lehet. Így van, ezt, tehát a vacakszáló az főleg nem lehet, tehát főleg a németezős epizódja, tehát ja, meg várjátok, a németekkel nem lehet akkor viccelni, a németekkel is lehet akkor viccelni, tehát most már inkább... Nem, a németekkel nem lehet, meg a 90-es évek összes vígjátékát be kell tiltani, meg a vacakszálót be kell tiltani, meg a Monty Pythont be kell tiltani, meg aki fehérként, nem tudom, a BBC-nek valaha komédiát csinált, azokat is be kell tiltani, meg el kell törölni, naponta 4 cikket kell erről írni a 444-en, majd amikor beleesik ugyanebbe a gödörbe a kedves főszerkesztő elvtárs, akkor meg hirtelen új múltat kell írni, és azt mondani, hogy nem, a humor, nem egyszer ne állj oda az ember meg a humor közé, mindenki azt mond, amit akar, szabadság van elvtársak. Ez az európai kultúra. De egyébként még annyi, hogy nekik az az a fő problémájuk, hogyha tényleg mindennel lehetne viccelni ismét, azt szerintem a nemzeti érzelmű emberek, meg a keresztények baromi könnyen megszoknák, mert nekik ez nem jelentene semmi újdonságot. Viszont a másik oldal az meg erre kurva érzékelne, mert az ő dolgaikkal nem lehet most viccelni. Nem az, hogy érzékenyek lennének, bazd meg. Tehát az elmúlt években ezt a fegyvert élezték, meg folyamatosan ezt vetették be ellenünk, hogy bárki... Hát ezt mondom, hogy mi könnyen megszoktánk, hogy lehet viccelni mindennel. Egyből le kell vadászni, egyből ki kell írtani a közéletből, egyszer meg kell semmisíteni, nem csak a jelenét, hanem a múltját is az illetőnek. Most meg bazd meg, nekiállnak ott sírni, hogy micsoda dolog az, hogy a bántják új Péter, pedig ő csak viccelt. Na de ezt mondom, hogyha most a mindennel lehet viccelni oltárán, vagy elv alapján elkezdenek mindenféle gátlás nélkül viccelni a nemzeti meg a keresztény jelképekkel, akkor nekünk nem fog semmi megváltozni. Hát ez nem túl nagy változás az eddigiekhez képest szerintem. Ez az. De az a lényeg, úgy érzem, az Ambrózi nem igazán kíváncsi a véleményetekre, mert így elmondja, amit akar, azt elmegy. Igazi újságíró lett belőle. Mindennel lehet viccelni, aztán lapozol egyet, és látod, hogy egy hosszú cikket írnak arra, hogy az Ábrahám Robit, azt ki kell rúgni mindenhol, mert hogy igen, viccelt a Gáspár Gáspárra vagyok. Mivel viccelt? Az Ábrahám Robit akarják most mindenhonnan kirugatni, meg megkurcolni azért, mert van ezek a Gáspár Evelinnak, akkor én nem tudom, kicsoda annak valamit kommentelt. A győzik jó, a lánya. Bekommentelt alá egy vicceset, és akkor most azt érik, hogy azt nem szabad ez a Gáspár Evelinnek a... Ja, most zsarolják ilyen mesztelen képekkel, és akkor arra beírt egy vicceset. Ő fizet, csak ne lássa őket. De az, hogy most már nem is... Ezért kell ausztrodírozni. Hétfőn az a narratív, hogy minden lehet viccelni, kedden már nem lehet viccelni, és ki kell rúgni az Ábrahám Robit, hanem már ilyen 15 perc eltéréssel működik a két történet párhuzamosan. Hát van munka, hogy jelentik, hogy minden le lehet viccelni, az európai kultúra az arról szól, hogy mindenből viccet csinálunk, és ettől szárnyalunk, meg ettől vagyunk kreatívak, majd eltelik 15 perc, és ugyanez a Király András, meg TGB, aki nem tudom, mert ezeket mondta a Szarvas Szilveszternek, megírja a cikket, hogy az Ábrahám Robertet, azt ki kell rekeszteni.
Egyébként pontosan tudjuk, hogy Abraham Robinak nem az a fő bűne, hogy ezt leírta, hanem az a fő bűne, hogy cigány és mégis fideszes. Hát ilyen nincs. Tehát nem érdemes, hogy cigány lehet. Nehogy nem, baszki. Tudjuk, hogy a nagymamája pipázott meg ilyesmi, azért ne. Jó, de az megint más. Az Orbán cigány, de az gáz. Viszont a többi cigány nem lehet fideszes. Ők menjenek szépen gyöngyöspatára beállni a jogvédő ügyvédek közé, kárterítést követelni. Ez a cigányok dolga a baloldal szerint. És így, hogy Abraham Robi cigány létére fideszes, igazából nem méltó arra, hogy cigány lehessen. Technikailag nem cigány. Így van. Hát kérlek szépen, amiről már beszéltünk, ez a multiracial whiteness. Tehát ugye a szegény Robi is most már cis-hetero fehér lett azáltal, hogy rosszul gondolkodik. Most már nem képes átfélelni. Robi kihipózt, igen. Kihipóztad magad, Robi. Így jártál. Mert hogyha van, lesz majd vakcina útlevél, akkor lehet, hogy ennek a mintájára létre kéne hozni a vicc útlevelet. És akkor lenne ilyen paszportunk, hogy kik az, akik viccelhetnek bármilyen, és kik az, akik nem. Mi nem. De Blausányt akarsz az vicc útlevelet. Tessék? Ambrózi, Blausányt akarsz a németezéshez? Lenne egy Blausányt, hogy bármit mondhatsz a németekről. Ezt majd úgy fogják akkor mondani, hogy önöknek van elefánt bálna, embervadászati és viccelési engedélyük. Azaz. Na, azt mondja, hogy még ami ilyen kis színes, az a Aprev Klára elhatárolódott a gyilkos nagyapjától meg a rendszerétől is, de a konfiskált házból nem költözik ki. Ugye Dobrev Klára kitett egy bejegyzést a kommunizmus áldozatainak emléknapján, hogy természetesen valami ilyesmi, hogy az áldozatokkal vagyunk, meg fejet hajtunk az áldozatok előtt. Hát csak miután lecsaptuk az áldozatok fejét, hogyha jól tudom, akkor valami ilyesmi a rendes mechanizmus, mert ugye pont Aprev Klárától azért kicsit erős ez a... Tehát ez még annál is erősebb, mint hogy a férje Aprevné Gyurcsány Ferenc, ugye Imre mit tennél a helyemben szövegét elnyomta. Tehát az, hogy a kommunisták által is konfiskált villából ezt írja, az mondjuk lehet, hogy egyébként a vicc kategóriájába tartozik. Tehát, hogyha megkérdezed Ács Dániel, vagy TBG-t, Ács Dániel, akinek ugye az a nagyapja, az az Ács. Tehát, hogyha megkérdeznéd őket, azok az Ácsok. Azok az Ácsok, igen, így pontos. Több Ácsos. Tehát, hogyha megkérdezed, akkor biztos azt mondanál, hogy hát de vicceld, hát én viccelni szabad, nem? Hát ez biztos, hogy a vicc kategóriájába tartozik, hogy Aprev Klára így nyilvánult meg, ezt nem tudom másnak. Hát kérdezzem már meg, hogy a Dobrev Klárnak ki a nagyapja? Hát neki legalább nem egy megadja szerintem, tehát már is jobban jár. Hát igen, egyébként tehát ezek a megadják mindenféle gonosz szándékok ellenére is azért viszonylag kis létszámú emberrel végeztek, mert ugye SK-t csinálták, mentek házról házra, és SK-t csinálták a dolgokat. Tehát azért mégsem ezért például több százba, több ezer ember ellen. Jó, az egész csak három nagyapja volt a megadjának, ennyi az oka. Ja. Na jó, ez igaz, de mondom, de hát ők házról házra menve gyilkoltak, tehát azért ők annyi emberrel nem tudtak már csak emiatt se végezni, tehát mégsem vezényeltek több ezer ember ellen sortüzet mondjuk, ami egy egész más szintű, meg más hatékonyságú fellépés. De én megtaláltam, megkerestem a képet nektek, tehát az volt a pontos szöveg, megrendülve gondolunk az áldozatokra, és elítéljük mind a gyilkosokat, mind a gyilkos rendszerüket. Nagyon jó. De az a nagyapja, nem? Akkor tehát elítéljük a gyilkosokat. Az a nagyapja konkrétan, igen. Bocsánat, ez egyféleképpen lehet hiteles, az, hogyha azt mondod, hogy jó, akkor kiköltözünk, és visszaadjuk. Hát igen, az a baj, hogy a gyilkos rendszer, abban meg benne lakik, ott van körülötte a falak, az a gyilkos rendszer. Igen. Elítéli. Szegény egy kísérlet házban lakik. Minden ilyen szenvedettől nyilvánvalóan. Elítéli. Tehát mint hogyha, nem tudom, valamelyik nagyhatalmú germán vezető azt mondaná, hogy szörnyű, nagyon rosszul érzi magát az emberi jogok sérelme miatt. Az egyik kedvenc szövegem egyébként, amikor az ilyen emberi jogvédő szervezetek ilyeneket adnak elő, amikor nem tudom, Ruandába lefejeznek 200 embert, és akkor szörnyen sérültek az emberi jogok. Hát, még az emberek, ugye, hogy leesett a fejük. Tehát, na mindegy, szóval, hogy ez kicsit arra emlékeztet engem, mint hogyha valami ilyen abszurd történne. Tehát én azt hiszem, hogy hitelesíthetik egyébként ezt a megrendülést, meg a főhajtást és egyebeket azzal, hogyha az eredeti tulajdonos
jogos utódainak például visszaszolgáltatják mindenféle ellenszolgáltatás nélkül azt a villát. Erre gondoltam. Ez például lehet egy útja ennek. Ha már itt tartunk, egyébként nyugodtan megnézhetjük nálunk is, mert ugye hát a megadják bűnösek, de most a másik családról beszélek, akik a másik feléről a családnak, akinek elvettek mindent, tehát nyugodtan visszaadhatnak dolgokat, hogyha van kedvük. A másik fele nem megadja? Most tényleg, most már mégis inkább, bocs. Majdnem sikerült, hogyha nem szóltál, igen. Igen. És a harmadik fele is megadja. Egyébként az is még ebből a posztból azért azt még szintén ne hagyjuk egészen szó nélkül, a Aprev Klárikától. Azt mondja, hogy milyen szép is lenne, ha a politikai oldalak nem csak a másik diktatórikus kinövéseire, azaz a jobb oldal nem csak a baloldali, és a baloldal nem csak a jobb oldali diktatúrákra mutogatna. Hát ne azon perlekedjünk, hogy ki ölt meg kit. Fontos dolgokkal foglalkozunk. Úgyhogy közben mutogatnak a megadjákra, mint a másik diktatúrára. Abból a házból, amit meg másoktól vettek el. Igen. Hát még jó, hogy nem a megadjáké lett, azért érted? Van jó meg rossz oldala a dolgoknak. Mindig tanítani akarják a népet. Hát most, hogy Dobrev Klár kijelentett, hogy soha többet kommunizmust, lehetne azt, hogy a férje előrelép is tart egy előadást, nem tudom én arról, hogy gyerekek, ne ígyatok alkoholt, mert... Elővessétek ki az ellenzékiek szemeit, meg ilyenek, tehát körülbelül arról tartom. Na, elítéljük a szemkilövetést. Meg a szemkilövetőket is. Akik nem mi vagyunk. Mi vagyunk a lovagok, akik azt mondják mi. Azt mondja, hogy itt van még a következő téma, az új orvosi rendszer életbe lépésekor, ugye a Balli megint azt mondta, hogy összeomlik az egészségügy, látjuk, hogy igazuk lett megint, ja nem, tehát nem omlott össze. Az orvosok 95%-a aláírt, maradék 5%-ban vannak azok, akik jól meg lesznek a magánorvoslásban. És ott vannak még az orvosbárok és az ő orvos gyerekeik. Ezt szerintem Laci, te dobtad be ezt a témát, ugye? Igen. Na, beszélgessünk akkor egy kicsit erről, hogy mi a helyzet. Ugye az orvosbárok témája az nem egy újszerű felfedezés részemről se. Ezt még annó még a régi Index, vagy a egyel ezelőtti Index írta meg sok évvel ezelőtt, hogy ez a jelenség létezik, és ezek az emberek egyébként irgalmatlan pénzeket kaszáltak, tehát akár ilyen 10 millió forintokat havi szinten ezek az orvosbárok. És valójában ők voltak az egyik fő akadálya annak, hogy egyébként a fiatalon belépő friss orvos nemzedékek, azok meg ne keressenek sok pénzt. Mert a pénz, tehát nem volt annyira kevés pénz az egészségügyben, mint ahogy tűnt, csak az egésznek az elosztása rendkívül egyenetlen volt a hálapénz miatt többek között. És ezek az emberek, akik a nem aláíró 4-5%, ez még elvileg csökkenni fog, az az 5%-os arányuk is a prognózis szerint, tehát az a nem aláíró 4-5%, annak az egy része az, aki azt mondhatja, hogy ő annyira jól keres magánorvosként, vagy éppen olyan típusú orvos, ami magánorvoslásként jól fut, hogy ő annyira jól keres, hogy ő abban megvesz, és nem megy az államiba. Egyébként ez egy tök legitim döntés, ha így érzi, akkor nincs diktatúra, tehát nyugodtan az, amit akar, azt csinál. Viszont a többsége, aki meg itt dühöng, meg fenyegetőzik az egészségügy bedöntésével, meg hasonlók, azok egyrészt ugye a békás orvosok, akiknek ez pártkötelesség, de a másik része meg az, aki siratja a havi sok millió forintnyi borítékot a nagy zsebéből. Tehát attól nyilv, ugye most van egy bértábla az orvosoknak, ami mindenki végig fog menni, amiben egyébként nagyon kedvező összegek szerepelnek, tehát az, ami azt jelenti, hogy nagyon hamar 1 millió forint fölé kúszik az orvosok fizetése, már azt, hogy valaki ilyen 3-5 éves rezidensként is valamilyen 800 körül fog keresni, és aztán onnan még kúszik föl, és valami 2 millió közeléig fog elmenni a dolog. Tehát ha valaki keres egy hónapban, nem tudom, 1,5 millió forintot, az orvosok egyébként megdolgoznak érte, ezt ne vegyük el tőlük, tehát az egy kurva kemény munka, meg is érdemlik, de azért 1,5 millió forintból egész jól meg lehet már élni Magyarországon, még Budapesten is. Tehát itt lesz, az lesz a felállás, hogy van egy kemény és egy becsülendő munka, és cserébe egy megbecsülést kifejező komoly fizetés. Ne haragudj, de ebben nincs igazad, hogy milyen jól meg lehet belőle érni. Hát ott van a Jakab, aki többet keres, az mégis krumplinél. Meg Parizeren. Jó, ez igaz. De mondjuk a Jakab azért a dokiknál keményebb munkát is végez, azt ne felejtsük el. Sokkal. Tehát azért kereső 2 millió fölött. Úgyhogy azért ezt tiszteletbe kell tartanunk. De mondom, hogy csak arról van szó, hogy aki... Ne haragudjatok már! Milyen világ van, hogy Jakabnak hívjátok? Most nem azért, tehát. Nem ezért lettetek kirúgva. Szóval az az orvos, aki mondjuk, nem tudom, 50 vagy 100%-kal több pénzt fog keresni néhány éven belül, mint most, az szerintem elégedett lesz.
És egyébként egy csomó orvos eddig is becsületes volt, és nem szeret semmiféle hálapénzt. Aki meg elesik mondjuk a sok-sok hálapénztől, és fog keresni a mondjuk a 7 millió helyett 2 milliót, neki megértem, hogy fáj, csak hát baszki, ez így működik, hogy nem egy pár ember tegye zsebre az egész pénzt. Nem impex, ez nem egy impex világot élünk itt. Ez azoknak kellemetlen egyedül, akik eddig is az állami praxis csak arra használták, hogy onnan a magánellátásba tereljék a betegeiket. Tehát akik az állami praxis során találkoztak mondjuk a nénikével, akinek csípő problémái voltak, akkor a nénikének a vállára helyezte a kezét, a szemébe nézett, és mondta neki, hogy hát ez a csípő problémával csak jövét kedden tudunk foglalkozni egy másik épületben, csak oda kis pénzt is kéne magával hozni, Momika. Tehát ezeknek elhiszem, hogy kellemetlen, de ezek tényleg viszonylag kevesebb vannak. Ez nem egy jellemző dolog. Ezek azok a vérgecik, azok a haszonélvezők, akik miatt ugye rendkívül rossz véleménnyel is vannak sokan az orvosokról. De szóval a lényeg az összeomlott egészségügy összeomlásáról való derpegés azért is nevetséges, mert hogyha megnézitek a számokat, hogy hányan írtak alá és hányan nem írtak alá, akkor pont kijön az a szám, amiben a szektorban lévő éves fluktuáció, ami idén ugye elmaradt amiatt, mert hogy a járvány miatt nem lehetett felmondani meg elhagyni a posztját a illető szakdolgozónak. Vannak ezek a fenyegetőző orvosok, ugye, akik teljesen besorakoztak azok közé, akik sokszor maguk is orvosok, csak DK-s párcínekbe. És azért az szép, mikor azért az orvosról van egy olyan elképzelésünk, ami alig, hanem jogos is, hogy így az emberek megvédése az elsődleges feladata, de van egy pár arc, akinek egyébként a párpolitika az, meg a pár szempont az sokkal előbbre való, azért ez mindenképpen dicséretre méltó, hogy ilyen emberek vannak, ennyire lojálisak a DK-hoz, és így simán benyomják, hogy be kellene dönteni az egészségügyet, meg ne oltjunk ezzel az oltóanyaggal, meg hasonlók. Ugye van ez az egyik kretén DK-s orvos, aki ezt most ennek így a fő arcává vált, de hát van még ott egy pár orvos zseni a DK környékén pont, akik nagy szereplői ennek a dolognak. Hát ők úgy viselkednek, mint a Volkspartei, nem? Hogy vannak fontosabb dolgok is az életek mentésénél. Tehát mondjuk ezt egyébként a... Tehát mondjuk pont a... Az életek mentésénél gyakorlatilag csak fontosabb dolgok vannak, például kitörni. Ja, hát ott tényleg nem az a fontos, hogy hányan hullanak el, szóval... Érted? Hát de, csak fordítva. Na. Még egy nagyon fontos... fejlemény, végre nálunk is lesznek, Magyarországon is lesznek, vagy lesz külön magyar független tényellenőr Facebookon. Magyar? Aha. Ne szívassá, magyarországi. Ja, úgy. Meg bolgár, hogyha jól emlékszem, akkor ez volt. Magyarországon... Hú, azt tudom, hogy ki lesz. Azt pont tudom, hogy ki lesz. Ő lesz egy nagy villám. Magyarországon is munkába állnak a Facebook tényellenőrei. Fact checker. Várjatok, mert itt ebben volt egy kurva vicces szövegrész, tehát olyan, mint hogyha egy ilyen 50-es évekbeli szovjet szöveget olvasnátok. Ugyanis onnan választják ki a tényellenőröket, akik tagjai a Nemzetközi Tényellenőrök Szervezetének. Valami... Baszki, ne, az a baj... ja, megvan, várjál, szóval. Azért az alfi... Vizítése nincsen, megadja. Tessék? Ennek nincs valami rövidítése, mondjuk csekka. IFCN, ez a rövidítése. Azért az AFT partnere, mert a cég rendelkezik a Nemzetközi Tényellenőrző Hálózat International Fact Checking Network tanúsítványával. Nincs hálózat. Ezt nem lehet kitalálni, hogy létezik ilyen bazd meg, hogy Nemzetközi Tényellenőrző Hálózat. Ez a neve bazd meg, és olyan tanúsítványal kell rendelkezni. Tehát tényleg... hogy neked van Komintern igazolványod? Hát akkor lehet tényellenőr a Facebookon, érted? Szóval, és az lesz a jó, hogyha mondjuk, mit tudom én, a rabbinak vicces kedve van, és sívott valamit, és kiírja a Facebookra, hogy bázd meg, csak nő meg férfi létezik, akkor jön a független tényellenőr, és így rárakja a billogot, meg törli meg minden, elmondja, hogy te hamis tényeket közöltél, illetve csak részben hamis, meg hogy hiányzik a kontextus, és ezeket a ízéket, címkéket fogják rárakni a posztokra. Tehát ha mondasz egy ilyet, hogy csak nő meg férfi létezik, akkor oda lesz bígyezve, hogy hiányzik a kontextus.
Mert azt várom, még lesz, hogy az egész kurzában... Nincs baj, majd amikor a hajtókámon kell valami megkülönböztető jelzés hordani az utcán. Pontosan ilyen... ezt akartam mondani, hogy majd az lesz a szép, mikor ugye most már Nevadában van azt, hogy akarnak egy ilyen külön kis zónát, ahol majd nekik lesznek saját törvényeik, ezeknek a világcégeknek. Valami ilyen kialakítása van napirenden, ott nem lesz. Tudom melyik településem. Tehát mikor ezt kihozzák a netvilágból a való világba, és majd elkezdik lobogtatni a fact-checker igazolványukat. Mint az amerikai filmekben, amikor megjelenik a CIA ügynök, attól még az FBI ügynök is összefossa magát, és inkább eloldalog. Ugye itt is majd lesz majd a független objektív újságíró igazolvány, meg lesz a fact-checker igazolvány. Amit a média munkát összehozza magát, és megtetten. Visszakanyarodva, mert nyilván a 444 ünnepli ezeket a fejleményeket, hogy mondjuk az új Péter teljesen legitim viccelődését, azt mondjuk az International Fact Checkerek hogyan fogják értelmezni? Vagy akkor lesznek Google ezek... Google fordítóval. Hát nagy szarba lesz a Péter, majd ennyiben. Hát, vagy tényleg kapnak pizzúzlevelet. Ők kapnak pizzúzlevelet, igen. Na, hát de szerintem örömteli, hogy ez megérkezett ide is, mert... A Facebook, a nemzetközi fact-checker hálózat nélkül azt hiszem nehezen tudnánk eldönteni, hogy mi tény és mi nem az. De ehhez kapcsolódik egyébként, hogy a 444 az már nem csak bizonyítékot hamisít, hanem időjárást is. Mert... Ez most egy friss dolog, hogy kijött egy cikkük arról, hogy már a tavasz se lehet élezni, vagy a napsütés se lehet élezni, mert nem tudom, milyen hófúvás fog jönni, és így bekommentált aláljuk a meteorológiai szolgálat, hogy most te kurvára nem ilyen idő lesz. Még ebben sem mondtak igazat. Tehát tényleg ez az úgynevezett ária idő, ária meteorológia. És a 444 most már... igazából hókúvás. A 444 most már egy annyira nyomorú csicska, hogy már szó szerint le kell hazudniuk a napod is az égről. Tehát nem elég, hogy bizonyítékot hamisítanak a állítólagos parkolási ügyhöz, most már a napod is lehazudják az égről. Mert ugye az a gondjuk, hogy lesz a pered? Mindig valaminek rossznak kell lennie, mert olyan nincs, hogy az oltás flottul megy, meg kell írnia a Szirinek, hogy igazából az a gond, hogy flottul megy, mert maguk rajták a kórházakat. Tehát mindig valamit ki kell találni, az se jó, ha jó, és az se jó, ha a nap süt, akkor inkább azt írják, hogy hózábor lesz. Tehát miért tovább mész? Tehát egyrészt nem csak magukra hagyták a kórházakat, hanem még rá is lőcsölték az orvosokra az oltást. Tehát normálisan nem az orvosok oltanak, hanem nem tudom milyen, az újságírók. Na de tényleg, mikor lesz az ácsdan is pered? Nem tudom, azt mondta, hogy találkozunk a bíróságon, nem tudom, mikor lesz ez. Lehet, hogy csak viccelt. Lehet. Hát nekik szabadik a mindennel. Ha 22-ben átvették a hatalmat, akkor fogtok találkozni a bíróságon. Ő lesz a bíró. Meg az ügyész. Ja, meg az ügyész. Ott fogsz állni, és a felcsúti mostreperen a vádlottak között. Az a fegyőr lesz az ügyész, mert már felszívtam magát birkózó szartelvet. Azt láttátok ezeket a legnagyobb felcsúti per lesz? Persze. A világtörténelem legnagyobb pere. Nürnberg elbújhat mellette. Kis rác enyhén fölpumpálta magát. Tehát annyira kínos, fekete hogy közös barátunkra emlékeztet engem. Ti is ismeritek nyilván a bárholból a kisfiút, amikor be van baszva, akkor mindenkit megfenyeget, hogy ezért megfoglak kurdi titeket! Megbaszlak titeket! De hát szegény gyerek, csak 160 cent is, 47 kiló. Na a Fekete Győr is ilyesmi, hasonlóan félelmetes, csak józanul csinálja. Igen, ezt akartam mondani, hogy ő csak a bekakaózástól ilyeneket érted, nem az, hogy izé megissza magát. Mindenki más vagy a tudatmódosítót szed. Van, aki bepiál, van, aki komcsi lesz. Viszont gyerekek, egyébként azt lehetne mondani, ha már a mindenféle megadjáknál tartunk, hogy nem lehet, hogy a Fekete Győr nem esett messze a nagypapa fájától? Az a Dobrev nagypapájának a fájától? Igen, hát ugye nála is van ilyen jellegű érintettség, ugye? Megint apák és fiúk azonnak, hogy szégyeld magad. Nekem szabad. A szegény ember megadja nagypapája egyébként, tehát szerintem a Dobrev nagypapájának a pájánál szeretne. Na, de fejezzük be a műsorszolgáltatást, mert nagyon hívogatnak a cégtől valami miatt. Most egy kicsit maradjunk nyugodtan. Arra még egy kicsit térjünk vissza. Bocsánat. Tehát, hogy az így... Igen? Mit szeretnél? Hogy így az így mekkora kínos ciki meló, mikor az a feladat, hogy sajtómunkásként, hogy így elbazd az emberek hangulatát. Tehát azzal vagy megbízva, hogy
mindig így valami olyat, amitől így rosszul fogják érezni magukat. Ez a megkeseredett csicskák, akik ilyen nyomorultak számára jönnek újságot. Ez a 444 nagyjából. Tehát ez egy ilyen pszichiátriai szanatóriumnak valamelyik. Néztél te már magyar hangos videókat, Laci? Néztél te már magyar hangos videókat? Azért ők a sokat nem mertem, egy kettőt láttam. Meg itt kiesett a farkam, és nincs, aki visszaszögelje nekem. Jaj. Élet van benne. Élet van benne, csak meg kell keresni, ugye? Tehát, odaástak maguk körül egy ilyen borzalmas síralomvölgyet, egy ilyen lelki síralomvölgyet, és kirakják szlogánként, hogy élet van benne. Na figyeljetek, az Ambrózit meg a Kurcot szeretném megkérdezni, hogy ez mégis mi volt ez a munka. Jakab Péter, a Jobbik soha nem volt szélső jobboldali párt. Tehát ezt hogy sikerült összehoznotok? Tehát ne arra gondoljatok. Nem volt olcsó, de mindenkinek joga van új múlthoz, aki megfizeti, ennyi. Tehát az, hogy a Jobbik valójában soha nem volt szélső jobboldali párt, de megtűrt vállalhatatlan szélső jobboldali személyeket. Jó, de ki vagy te, hogy meghatároz, hogy ki milyen múltat érdemel? Na várjál, ez nem ilyen egyszerű. Mindenkinek jár az alap új múlt. Igen. Tehát igenis olyan rendszere van szükség, olyan rendszere van szükség, ahol mindenki igényei szerint hozzáférhet a számára szükséges új múlthoz. A múltnak mind majd szépen beleszállamosítva a szar cégetek, aztán majd nézhettek. Lesöpörjük a padlásotokat. Tehát úgy gondoljátok, hogy ez egy jó... Az új múlt Kft. Mindig is a népi Momentum népet szolgálta. Nem tudom, miről beszélt. De talán az eddig legélvezetesebb megbízásuk volt, amikor az ügyfélek közösen ki kell találni, hogy ők egyrészt sosem voltak szélső jobboldaliak a múltban sem, de akkor mégis mik voltak azok a kijelentések, amit a múltban tettek, és akkor támadt ez a zseniális ötletünk, mert rossz társaságba keveredtek. Én javasoltam, hogy vicceltek, mint az új Péter, de azt mondták. Vagy vicceltek, mint az új Péter, csak azt mondták, hogy ezt már ők se hiszik el. Az az igazság, hogy egyébként ezt akkor a rabbi, ez akkor a te munkád gyümölcse, hogy ugye a korábbi zsidózásairól szólva Jakab Péter így fogalmazott, lehet negatívan hatott rám az a közeg, ami most már a Fidesz táborát erősít. Igen, rossz társaságba keveredett és élvezte. Melyik az a társaság? Mert mondjuk a Gyöngyösi Márton az még mindig jobbikosként nyilatkozik, hogyha jól meg van. A törzse is, de vannak még hiányosságok az új múltban. Még kicsit átszüremkedik a régi múlt is, de dolgozunk a probléma megoldásán, csak még a következő részletet várjuk a díjazást. Én a pörzsét nem keverném ide, a pörzse azt szerintem ő nem náci, hanem ő egy átok. Tehát ő mindig oda csatlakozik be, ahol vereség következik. Ugye a pörzse az korábban volt... A magyar közélet örök némete akkor. Volt olyan beszkés, jól emlékszem, a 90-es években? Hogy a Jakab, a szélső jobboldali mi hazánkos társaságba keveredett. Tehát képzeljétek el, hogyha másik társaságba keveredik, és azt élvezi, akkor lehet, hogy szipuzat volna. Vagy... Tehát a pörzsére annyi, hogy... És ki tudja, mi történik vele. Ott táncolva a Gábor mellett. A pörzse 98 előtt haknizott az MSZP-nek, aztán 2002 előtt Fideszes lett. 98-ban? Konkrétan 98-ban egy kampányrendezményükön lépett fel, én ezt tudom. Tökéletes. De aztán még 2002 előtt valamikor Fideszes lett, így élte meg 2002-t, majd később jobbikossá vált. Egy igazi nyertes alkattal. Igazi nyertes alkattal állunk szemben. Nagy koponya vagy. Jó van, hát akkor azt hiszem, hogy további jó munkát kívánok nektek, mert szerintem lesz még ezzel dolgotok, azért látszik, hogy itt bőven van még dolog, amit meg kell írni az új múlt részére. Meg én amúgy érzem a történetben a társadalmi, érzem a piaci igényt is, a társadalmi igényt, ez az új múlt megszülessen. Hát én egyszerű fogyasztóként is várom, hogy mi lesz ebből. Én nagy munkában vagyok, mert a Manfred Weber rendelt egy olyat, hogy nyertek egy csatát a második világháborúból. Én most azon dolgozom. Na jó van. Köszönöm szépen a részvételeteket, remélem, hogy megint probléma nélkül fölvettem, és lemegy az adás, és többiekkel pedig, illetve veletek találkozunk személyesen jövő héten, jövő héten már rendesen leszünk, hogyha minden igaz, akkor mindenkit kiengednek a böriből, úgyhogy rendes felvétel lesz, nem pedig ilyen sufni tuning. Ennyi volt mára a hajóágyú, jövő héten már rendes körülmények között találkozunk, sziasztok!